gyakorlatának megfelelően idén is október közepétől lehessen támogatási előleget fizetni, ugyanis ez képezni az alapját majd később ennek a befizetésnek is. Ugyancsak szeretném azt is javasolni, hogy foglalkozni kell azzal az üggyel is, hogy nagyon sok olyan földterület van, ami ennek a kárenyítési alapnak most nem érintettje, hiszen nem belvízről van szó, hanem a egyéb emberi értékek védelme miatt kényszer elárasztás történt. Ezekre a jelenlegi szabályok semmilyen megoldást nem tudnak adni. Az elmúlt évben a Vasmegyei árvíz kapcsán szaladtunk bele abba a problémába, hogy hiába lett volna még anyagi fedezete is, semmilyen kárenyítést nem tudtunk adni a Vasmegyei termelőknek, úgyis a területeknek jelentős részére rájegyezése került a nagyvízjárt a terület kifejezés a földhivatalban, ami azt jelenti, hogy mindenféle Európai Uniós kárenyítésből kizárása került, magyarul a termelés kockázatának tekintik az, hogy ott árvíz van. Én úgy gondolom, hogy most ugyan nem csak ilyen területekről van szó, hiszen nem mindegyiknek van ilyen bejegyzése, de kezdeni kell valamit azzal a több tízezer hektárral, a százezer, több százezer hektárnyi belvíz mellett, amit az emberi élet és az emberi értékek védelmé miatt elárasztottak. Ugyancsak azt gondolom, és ez már nem a kárenyítés része, hogy kezdeni kell azokkal a javakkal is, amik nem önkormányzati tulajdonban levő ingatlanokba és épületekbe keletkeztek. Erre volt példa a mi kormányzásunk alatt is, hogy a kártérítés kiterjesztése került ezekre a káreseményekre is. És itt fölhívnám a figyelmet újfent a krízis alapra, ami annak idején nagyon jól működött és még ma is élő alap. Annak idején csak kormányzati szintről állami vezetőként nagyon sok pénzt mi is befizettünk ebbe az alapba, most miután van vagy 100 új állami vezető, ajánlanám a figyelmükbe ezt az alapot, hogy járuljanak ők is legalább akkor forrással hozzá ez az alaphoz, mint amennyivel mi is megtettük. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon jó célra fordítható pénz. Ugyanezt ajánlom természetesen az ellenzéki frakciónak is, akik most szép számmal vannak, és hogyha átlagosan azt a pénzt befizetik, ez több 10 millió forint lesz, mint amit annak idején a szocialista frakció tagjai ebbe az alapba befizettek, amit ők eddig bojkottáltak. Remélem, most már jött az ideje, főleg itt az árvíz okán, hogy ezt nem kellene bojkottálni. Én nagyon, nagyon remélem, hogy ezt a törvényjavaslatot, vagy törvénymódosítást támogatni fogja a parlament. Természetesen azt is szeretném jelezni, hogy miután ez egy sürgős ügy, hiszen november 30-ai, június 30-ai korrekcióról van szó, minden olyan házszabálytól való eltérést is támogatunk természetesen, hogy ez akár jövő héten, vagy jövő hét utáni héten elfogadásra kerüljön. Hozzá szeretném még tenni, hogy nagyon sok felvetése van az érdekképviseleteknek, ezért azt javaslom a minisztériumnak, hogy hozza előbbre az Aratási Koordinációs Bizottságnak a tevékenységét, és most foglalkozzon abba a szerveti keretbe, ami egy élő szerveti keret a kárenyhítés történéseivel, hiszen ez egy jó működő rendszer, és úgy gondolom, hogy ez legalább, sőt sokkal nagyobb feladatnak tartom, mint magát az aratásnak a koordinálását. Nagyon sok megvitatni valónk van a szakmán belül, ezért nagyon fontos, hogy a szakmai érdekképviseletekkel egy azonnali konzultáció kezdődjön, hiszen itt minden érdekképviselet felvetett hasonló problémákat. Én egy pici elemére tettem most egy javaslatot, ezt kérném, hogy támogassák. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. A kormány nevében Ángyán József államtitkár úr kíván felszólalni. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt házhölgyeim és uraim. Talán úgy kezdhetném, hogy különleges bája van annak, amikor 8 év kormányzás után egy olyan rendszert bevezetvén, amilyen ez a kárenyhítési rendszer, 8 év részese, kormányzás részese tesz javaslatot az új kormányzatnak arra vonatkozóan, hogy hogy kéne módosítani azt a rendszert, ami láthatóan nem működik. De nem ezt teszem. Mert valóban nagy a baj, és ezt a bajt jelzi az, hogy valóban 240 ezer hektár területünk víz alatt áll, ebből 112 ezer hektár szántó területünk. Az átnedvesedett területek, amivel nem tudunk mit kezdeni, nem tudunk gazdálkodni, elérik a 700 ezer hektárt, és ennél is nagyobb az a terület, amit épp az árvíz és egyéb problémák miatt meg sem tudnak közelíteni a gazdák, tehát valóban nagyon nagy a baj. A kormány, szeretném leszögezni, minden lehetséges eszközt igénybe fog venni, hogy a gazdákat, a gazdálkodókat ebben a nehéz helyzetben megsegítse. Szeretném néhány gondolatban kiegészíteni azt, amit Gőgös államtitkár úr mondott. A 2008-as 101-es törvény az aszály, belvíz, fagy és jégkárra vonatkozóan ad lehetőségeket számunkra. Az árvíz nem tartozik sajnos ide.
az európai közösség máshol szabályozza, de persze ott is az európai szolidaritási alapra hivatkozva valóban azt gondolom, hogy tárgyalásokat kell folytatnunk, hogy forrásokat szerezzünk az ilyen típusú károk elhárítására is. 2009-től valamennyi vállalkozásnak be kell fizetni ebbe a kasszába, de nagy vitánk volt annak idején, mikor bevezették ezt a rendszert, hogy tudnilik egy ilyen alapot elindítani úgy lehet, hogyha azt föltölti először az a kormány, aki erre vállalkozik. Látható, hogy az a pénz, ami ebben az alapban van, az egyetlen évben sem volt elég, a jelen állapot pedig az, hogy üres ez a kassa. Tehát egyszerűen nem lehet ebben a rendszerben kellő kártérítést biztosítani. Mégis inkább előre nézzünk. Milyen teendőink vannak? Hogy tudunk segíteni a nehéz helyzetbe jutott embereken a kölcsönös felelősség jegyében, a szolidaritás jegyében, amire ez az új kormányzat vállalkozott? Kárfelmérésre van szükség, tehát először is tisztáznunk kell, hogy mekkora területeket érint, és milyen mértékű az a kár, ami itt kialakult. Dokumentálnunk kell, és szeretném a gazdák figyelmét is fölhívni, be kell jelentsük a mezőgazdasági vidékfejlesztési hivatalhoz. Sokféle téves híresztelés kering ezzel kapcsolatban. Ez elháríthatatlan külső oknak minősül, vagyis viszmajor helyzet. És ebben a helyzetben a SAPS kifizetéseknek nincs akadálya, tehát a területalapú támogatásokat megkaphatják ezekre a területekre is, ez 46 ezer forint ma hektáronként. És a termék értékesítési kötelezettség alóli felmentés is biztosítható ez alapján. Sokan jöttek hozzánk, cégek próbálnak a helyzettel visszaélni úgy, hogy az előre megkötött szerződések alapján ezt a viszmajor helyzetet nem akarják figyelembe venni. Igen, figyelembe kell venniük, és a magyar kormány mindent meg fog azért tenni, hogy a gazdák érdekeit ebben is képviselje. Mit tervez a kormány? Felülről nyitni szeretnénk a kasszát. A rendszer ugyanis úgy működik, hogy egy forint befizetett gazdarészhez egy forintot tesz hozzá a kormány, de amennyiben a költségvetés ezt megengedi, és mindent meg fogunk tenni, hogy erre forrásokat teremtsünk, nincs semmiféle akadálya, hogy ez nagyobb arányban kormányzati részvétellel valósuljon meg. Előre kívánjuk hozni a SAPS kifizetéseket. Minden évben az előző időszakban megkésve történt a területi alapú támogatások kifizetése. A legutolsó időpontokban fizette a magyar kormány, ezzel is versenyhátrányba hozva a magyar gazdákat. Erre a helyzetre tekintettel különösen indokolt, hogy ezt előre hozzuk egy októberi kifizetéssel a SAPS támogatásokat. Halasztott befizetésre lehetőség van ebbe az alapba, kasszába, amire vonatkozott Gőgös államtitkár úr, képviselő úr javaslata az éppen erre irányult. Június 30-ig kellene ebbe a kasszába befizetni, de valóban a helyzet olyan, hogy miután bevételei a gazdáknak nem nagyon képződnek, ezért ezt szándékaink szerint el fogjuk halasztani. Egyeztetve természetesen a gazda érdekképviseletekkel valóban a helyzet értékelése alapján. Előleg fizetési lehetőség áll rendelkezésünkre, és ezen mindenképpen élni akarunk. A kár maximum 90%-át előlegben meg lehet téríteni, és élni fogunk, hogy a gazdákat ebből a nehéz helyzetből kihozzuk. De valóban az egész rendszert kell átgondolnunk, a kárenyhítés rendszerét újra kell fogalmaznunk, és valószínűleg a gazdálkodási szerkezetünkben is van még tennivalunk, hogy elkerüljük, megelőzzük ezeket a károkat. Köszönöm szépen! Köszönöm, államtitkár úr! Szintén napi rendelőtti felszólalással jelentkezett a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető helyettese, Nagy Andor képviselő úr, azért a Víz az Úr címmel. Öni a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Nekem tegnap volt már alkalmam beszélni az árvízhelyzet kapcsán, de csak két perc állt a rendelkezésemre, és most szeretném azt elmondani, amire tegnap nem volt alkalmam. Tegnap azzal kezdtem, hogy a Jóisten biztos nagyon szeret bennünket, mert mindjárt jelentős próbatétel elé állította a második Orbán kormányt, és így volt ez 98 és 2002 között is, és ahogy akkor most sem fogjuk cserben hagyni azokat az embereket, akiket az árvíz, illetve a belvíz sújtott különböző károkkal. Aztán hallgatva az a nagyon érdekes részét a mai ülésünknek, amikor miniszterelnök úr beszélt, és látva a reakciókat a szocialista párt részéről, eszembe jutott az, hogy
ugyancsak nekünk, kormánypártoknak, de lehet, hogy ez is egy csapás, hogy ezeket a nem tetszéseket itt végig kell hallgatnunk, és megfontolásra javasolnám nekik, hogy esetleg inkább vonuljanak ki ahelyett, hogy ilyen módon nyilvánítanak nem tetszést, bár az egy vitatott, de lehet, hogy kulturáltabb módja a vitában való részvételnek. Nem ezért kértem azonban szót, hanem azért, mert szeretnék, ugyan még a védekezés nem ért véget, és nagyon jól tudom, hogy a Tisza az a jövő héten fog tetőzni, de már most is látszik az, hogy amikor majd elvonul az árvíz, elkezdődik a helyreállítás, nem dőlhetünk hátra, és nem ülhetünk ölbetett kézzel, mert azt gondolom, hogy nem járunk el helyesen, hogyha ugyanazt a gyakorlatot követjük, mint korábban. És mindig ráfordítunk hol annyi milliárdot a védekezésre anélkül, hogy a megelőzéssel foglalkoznánk. Kérem államtitkár urat, hogy hallgassa meg, hogy milyen tapasztalatokat szereztem, mikor a választó körzetemben meglátogattam azokat a településeket, ahol részben árvíz volt, részben a termőföldeken ott állt a víz, és olyan látvány fogadott, mintha az ezer tó országa lennénk, aminek most nem az előnyeit, hanem a hátrányait látjuk. Illetve foglalkozunk már nagyon régóta a Fenntartható Fejlődési Bizottságban is vízügyi kérdésekkel, és én azt gondolom, hogy az a kormányzati szerkezet, ami most kialakult, amely egy helyre tette a vízügyi szakpolitikát, a vidékfejlesztés és az agráriumot, lehetőségeket rejt magában abban a tekintetben, hogy szülessen végre egy olyan megoldási javaslat, amely hosszú távú, akár 10-15 éves, de kísérletet tesz arra, hogy egyidejűleg kezeljen két szélsőséges eseményt, az egyik az árvíz, a másik pedig az aszály. Mert gondoljanak bele, képviselő társaim, lehetséges, hogy pár hónap múlva ugyanígy a parlamentben az aszálykárokkal kell foglalkoznunk, alig fog elterni pár hónap, és ugyanabban az országban, sőt lehet, hogy ugyanazokon a területeken, ahol most árvíz van, aszállyal kell szembenézni, és a vízügyi szakemberek már régóta mondják azt, hogy legyen egy olyan integrált megoldás, amely egyidejűleg kezeli az aszálykárokat is, és az árvízkárokat is. Egyébként erre lehetőség van. Ez együttműködés követel meg a tárcáktól. Szükség van arra, hogy a pályázati pénzeket úgy használjuk föl, hogy ez ösztönözze azokat az embereket, akik ezeken a területeken élnek, mert nekik is szeretniük kell ezeket a megoldásokat egyébként, nem lesznek partnerek. Ezért azt javaslom államtitkár úrnak, hogy már most készüljünk az aszálykárokra, és gondolkodjunk azon, hogy milyen módon lehet egy ilyen komplex programot létrehozni. Nem tudom megkerülni, hogy ne beszéljek tározó építésekről. Ugye 2002-ben az Orbán kormánynak még volt egy olyan kormány határozata, amely előírta, hogy évente 6 milliárd forintot kell fordítani gátépítésre, és meg kell valósítani a vásárhelyi tervet. Az a helyzet, hogy a vásárhelyi tervet nem építették meg azokat a víztározókat, amelyeket kellett volna, ezt a munkát nem végezték el, a gátépítés elmaradt, és most sokan isszák a levét annak, hogy ezeket a munkákat annak idején nem végezték el. Ráadásul a víztározó építési program kiválóan alkalmas arra, hogy olyan embereknek adjunk munkát, kétkezi munkát, akiknek jelenleg nincsen munkájuk, ezekre a tározókra többnyire olyan hátrányos helyzetű térségekben van szükség, amelyeket egyébként is sújt az aszály is, valamint az árvíz is. Szeretném felhívni államtitkár úr figyelmét még egy dologra, amit nagyon fontosnak tartanék. Nagyon sok gazda mondta nekem azt, illetve polgármesterek is, hogy a termőföldekre azért zúdult le a víz a hegyekből, mert a korábban az árvíz, illetve a víz elvezetés szolgáló árkokat egyszerűen beszántották. A vízgazdálkodási társulatok nem végzik el a feladatukat, nem tisztítják az árkokat, és ennek az a következmény, hogy azok nem tudják elvezetni a vizeket. Nem tudjuk megspórolni azt a munkát, hogy a vízgazdálkodási társulatoknak a jövőjével ne foglalkozzunk. Arra kérem államtitkár urat, hogy amint a vészhelyzet elmúlik, ezeknek a dolgoknak álljunk neki. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Angyán József államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt házhölgyeim és uraim. Azt hiszem, egy nagyon fontos kérdéskört vetett föl képviselő úr, és a megközelítésével is a legnagyobb mértékig egyetértek. Azt hiszem, akkor járunk el helyesen, mint ahogy a egyéb ügyeinkben is, ha a bajt megpróbáljuk megelőzni. Ehhez pedig olyan rendszerekre van szükségünk, olyan környezet használati rendszerekre,
amelyekben megelőzhető, elkerülhető az ilyen típusú kár. Ezek általában a természettel együttműködő rendszerek.